Jól felszerelt kerékpárokkal érkeztek a résztvevők a megvilágosodás napjának gyulai programjaira, melynek fontos célja volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a közlekedők láthatóságára. Voltam délelőtt vásárolni világítást, és így tudtam, hogy lesz délután felvonulás, és hát a gyerekeknek is példamutatás gyanánt. A Kossuth térről induló kerékpáros menet azt mutatta be, úgy is fel lehet szerelni egy biciklit, hogy a sötétben is jól látható legyen a jármű. Magyarországon a balesetek jelentős részében szerepet játszanak a kerékpárosok, sok esetben pedig közvetlen okozói is ezeknek. A megfelelő láthatóság a saját érdekükben is nagyon fontos, hiszen ők a közlekedés meglehetősen védtelen szereplői. Egy balesetnél a kerékpáros nagyon ritkán ússza meg sérülés nélkül. Békés megyében a közlekedési balesetek, a személyisérüléses közlekedési balesetek közel 25%-át kerékpárosok okozzák. A kerékpárosoknak nem kell rendelkeznünk semmiféle kressz tudással ahhoz, hogy kerékpározhassanak. Éppen ezért minden évben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kerékpárosokat minél inkább hozzászoktassuk az őket érintő szabályokhoz, és ezek közé tartozik elsősorban az, hogy éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között kivilágítva kell, hogy kerékpározzanak. Ez a megvilágosodás napja nevű rendezvény, ez minden évben, így a október első hétvégén szokott lezajlani, és minden évben erre próbálja felhívni a kerékpárosok figyelmét. A megvilágosodás napját Gyulán évről évre nagy érdeklődés övezi. A Kossuth térről induló résztvevők a város több pontján elhaladva mutatták be, hogyan kell jól kivilágítani a kerékpárt.